A Mindenki Akadémiája színpadán Molnár Ernő geográfus. Szeretettel köszöntök mindenkit. Gazdaságföldrajzi témájú előadásra invitálom önöket. Hogy miért gazdaságföldrajz? Meglehetősen régmúltra visszanyúló gyökerei vannak a tudományterület iránti érdeklődésemnek. Gyermekkoromban a Rémusz bácsi meséi mellett már a gazdasági világatlasz jelentette a második próbálkozási kísérletemet. Később, ahogy az ismereteim bővültek, úgy rájöttem arra, hogy a gazdaság térbeliségének a megértése a társadalom térbeli problémáinak a megértéséhez fontos adalékul szolgálhat. Molnár Ernő egyik első olvasási élménye a gazdasági világatlasz volt. Már gyerekként is szerette böngészni a különböző kikötők forgalmi adatait és szívesen gyűjtött ismereteket a világvárosairól. És nem csak atlaszokat lapozgatott. Én olyan családban nevelkedtem, ahol a szüleim, testvéremet és engemet is mindig vittek magukkal, akárhova is mentek, akár országon belül kirándulni, akár külföldre, már a 80-as években mondjuk, ami elérhető volt egy Románia vagy egy Bulgária, és valahol így fertőződtem meg szerintem a földrajz iránti szeretettel. Ernő mezőtúron nevelkedett, itt járt általános iskolába. Folyamatosan hajtotta az újdonság keresésének élménye. Talán ez is az egyik oka annak, hogy a gimnáziumi évek alatt elkerült otthonról. Szolnokra jártam középiskolába, a Marokatani gimnáziumba, és utána a szolnoki érettségi után ide kerültem a Debreceni Egyetemre. Mondhatnám azt, hogy innestől kezdve egyenes az út. Egyetem elvégzése után itt maradtam doktori képzésre, majd menet közben felvettek tanársegédnek, aztán amikor doktori fokozatot szereztem utána adjunktusnak. Mint mondja, ha azt választja az ember szakmájának, ami a szenvedélye is, akkor a hobbi és a munka gyakorlatilag összefonódik, és az egész életét meghatározza. Szocializációm egy másik nagyon fontos eleme a mozgás és a mozgás igény. Általános iskolás koromban is sporttagozatos osztályba jártam, és aztán azért a sport, a mozgás valamilyen szinten mindig benne volt az életemben. Ami mondjuk így a földrajzhoz is szorosabban kötődik, az a túrázás, a szabadban lét, baráti társasággal, családi körben. Is szívesen mozog az ember. És aztán, amikor az ember megfertőződik, akkor is van egyfajta szenvedélye a tekintetben, hogy szereti feszegetni a határait, akkor mondjuk rákap a teljesítmény túrázásra, és mondjuk sportszerűen is próbálkozik bizonyos terepi távolságok megtételével. Előadásom az autóiparra fókuszál, amely egy jelentős súlyú Európában és a világon több millió embert foglalkoztató iparág, mely számos más gazdasági tevékenységgel van szoros kapcsolatban. Hogy miként is, illetve miként befolyásolja ez a gazdasági fejlődés a modernizáció lehetőségeit, erről szól mai előadásom. Molnár Ernő fél évet töltött a Marburgi Egyetemen, aztán a Tríri Egyetemen, és Kölnben is megfordult immár kutatóként. Trierbe, illetve Kölnben már elég határozott kutatási elképzelésekkel mentem, akkor én már iparföldrajzzal foglalkoztam, és hát ami mindig is foglalkoztatott, az részben Magyarország és Kelet-Közép-Európa nemzetközi ipari munka megosztásba való bekapcsolódása, és ennek a hazai területi vetülete. 2002-ben lett doktorandusz, településföldrajzi, népességföldrajzi területen oktatott. Így érkezett kutatási témájához, a gazdaságföldrajzhoz. A geográfus szakmának a piac képességét növelendő a 90-es években azért az alkalmazott irányok is megjelentek ebben a képzésben. Ez hagyományosan jelentette egy földrajzi alapon való területfejlesztés, oktatást, illetve környezettel összefüggő ismereteknek az oktatását. Én alapvetően a területfejlesztő szakirányt végeztem el, és ezzel összefüggésben ilyen helyi gazdaságfejlesztés, területfejlesztés összefüggés rendszerei azok, amelyeknek az oktatásában is valamelyes szerepet vállalok. Az oktatás és a kutatás mellett az egyetemen működtetnek egy hallgatói öntevéken csoportot, amely a Fröccs nevet kapta. Jelmondatát pedig Antoine de Saint-Exupéry a Kisherceg című regényéből választották. A Kisherceg az egyik bolygón találkozik a geográfussal, aki elmondja, hogy mivel foglalkozik, és valahogy így kiállt fel a Kisherceg, hogy na végre egy igazi mesterség. Mindenféle tudomány az ismeretlen felfedezésével foglalkozik, illetve folyamatokat magyaráz, elméleteket állít fel. A geográfia esetében ez térbeli folyamatokról szól, földrajzi környezetről szól, ami mindannyiunk életének az alkotó része. A színpadon Molnár Ernő geográfus, és témája a kelet-közép-európai autóipar gazdaságföldrajzi nézőpontból.
Az autóipar térbeli működésének, térbeli fejlődésének megértéséhez kulcsfontosságú az iparág szervezeti hátterének a vizsgálata. Az elmúlt bő fél évszázad arról szólt az autóipar esetében, hogy a mindent gyártó, vertikálisan szervezett nagy autógyáraknak a helyét átveszik az olyan beszállítói rendszerek, ahol az autógyártók egyre kevesebb tevékenységet végeznek a gyárak kapuin belül. Az alkatrészek, részegységek gyártásának jelentős részét kiszervezik beszállítóknak. Eközben ez a beszállítói háttér egy fokozatosan differenciálódó beszállítói hátteret jelent. Közöttük vannak egész bonyolult alkatrészeket, részegységeket, részrendszereket, gyártó és fejlesztő szereplők, és lesznek kis hozzáadott értéket előállító, egyszerű alkatrészeket produkáló beszállító. Ahogy látszik a háttérben a beszállítói piramisnak a differenciálódásán, a beszállítói piramis, amelynek a tetején az autógyártó vállalat, a márka tulajdonos, a brand tulajdonos áll, maga alá szervezi különböző lépcsőkben ezeket a beszállítókat. Sok esetben nincs is közvetlen kapcsolatban minden egyes beszállítóval, hiszen a beszállítóknak is lesznek beszállítói. Az, hogy ki milyen helyzetben van ebben a piramisban, azt nagyon jól írja le az az összefüggés, hogy lefelé haladva a hozzáadott érték, a tudásigényessége az egyes gyártóknak, illetve az alkupozíció, a jövedelemszerzési lehetőségek jellemzően csökkennek. Nagyon fontos gazdaságpolitikai üzenete van egyébként ennek a történetnek. Nem mindegy, hogy a különböző térségek, régiók, országok milyen szinten kapcsolódnak be az autóipari beszállítói piramisok működésébe. A másik lényegi momentum a szervezeti átalakulás kapcsán a szervezeti koncentrációnak a folyamata. Tekintettel az élesedő globális versenyhelyzetre az autóipari cégek mind nagyobb humán kapacitásokat, mind nagyobb tőke erőforrásokat igényelnek a versenyben való helytálláshoz, ez pedig általában az önálló autógyártók számának a csökkenését, a fúziók, a kölcsönös felvásárlásoknak az elterjedését hozza magával, akár nemzetgazdasági határokon túlnyúlóan is. Tessék gondolni mondjuk az európai óriás Volkswagen koncern esetére, amely Csehországtól kezdve Spanyolországig, természetesen Németországban és más európai gazdaságokban is nagyon fontos haszongépjárműgyártó, illetve személygépkocsi gyártó cégeket vásárolt föl, illetve integrált szervezetébe az elmúlt időszakban. Egy következő nagyon fontos gondolat az autóipar globális működési logikájának a megértéséhez, az a kereskedelempolitika, illetve a gazdaságpolitikai oldalnak a bevonása ebbe a diskurzusba. Az autóipar egy jelentős súlyú, jelentős érdekérvényesítő képességgel rendelkező iparág, ezáltal is ugye sok kormány stratégiailag fontos iparágnak tartja az autóipar helyi jelenlétét és az autóipari munkahelyeket. Ennek megfelelően általában sokat tesznek azért, hogy védjék a hazai autóipar a külföldi verseny elől. Ennek egy nagyon látványos példája volt a 80-as évek Amerikája, ahol a japán kihívás, a japán autógyártók fokozódó versenye az amerikai piacok védelmére ösztönözte a kormányt. Ez nyilván vámokat, importkorlátozásokat jelentett, amelyet a későbbiekben a japán autógyártók azzal a stratégiával próbáltak megkerülni, hogy kikerülve tulajdonképpen az amerikai kereskedelem politikai akadályokat, az Egyesült Államok területén létesítettek gyárakat. Ekkor születnek a különböző japán autógyártók amerikai leányvállalatai, amire persze érkezett a következő jelentős gazdaságpolitikai válasz, nevezetesen az, hogy a fogadó ország gazdaságpolitikája előírta ezeknek a betelepülő vállalatoknak azt, hogy jelentős helyi hozzáadott értéket kell kimutatni ezekben a helyben készített, de egyébként külföldi eredetű automárkák termékeiben. Ez volt az úgynevezett local content előírás, amely általában 60%-os helyi hozzáadott érték arányt írt elő. Ez azért lényeges, mert ezzel tulajdonképpen a hazai piacra bekerülő külföldi autógyártókat rákényszerítették ezek a szereplők arra, hogy vagy helyi beszállítói hálózatot építsenek ki, vagy pedig hozzák magukkal a hazai beszállítóikat, helyben teremtve munkahelyet, illetve bizonyos mértékben prosperitást. Ez a modell, ez a folyamatosan, vagy a későbbiekben az európai gazdasági közösség területén is elterjedt, és ha belegondolunk napjaink Kínájában, ami egy felértékelődő piaca az autóiparnak, az autóértékesítéseknek, az európai vagy az amerikai autógyártóknak a törekvése Kínában gyárat építeni, a kínai piacra bejutni, nagyjából hasonló gazdaságpolitikai háttérrel történik. Mindennek az eredménye az a szituáció, amit az ábrán kakuktojások a
madárfészekben egyszerű metaforával jellemeztem. Ez azt jelenti, hogy ha ma megnézi az ember a világ jelentősebb autóipari piacainak a területét, ez ugye az amerikai kontinens, az Európai Unió területe, illetve az ázsiai térségek, akkor általában azt fogja találni, hogy minden egyes régióban nem csak az adott régióban gyökerező autóipari vállalatok vannak jelen jelentős gyártókapacitásokkal, hanem a más régióból érkezők. Európában ugyanúgy jelen vannak az amerikai vagy az ázsiai gyártók, mint ahogy az amerikai kontinensen az európai vagy az ázsiai gyártók. Még egyszer mondom, ez ugye ennek a gazdaságpolitikának bizonyos értelemben a következménye, és erre mondják azt egyébként a gazdaságföldrajzosok, hogy az autóipar ugyan egy globális iparág, hiszen globális szereplők vannak, akik a kontinens minden részén megpróbálnak jelen lenni és autókat eladni, másfél viszont úgynevezett regionális termelési rendszerek keretében működik, hiszen Európában jellemzően Európában gyártott autók kerülnek eladásra, még akkor is, hogyha az japán gyártótól vagy amerikai gyártótól származik. Itt térünk rá Kelet-Közép-Európa felértékelődésének a folyamatára. A Kelet-Közép-Európa sajátos helyzetben van a világ térképen e tekintetben, hiszen a világ egyik meghatározó autópiacának, az Európai Uniónak a perifériája, úgy, hogy gyakorlatilag az Európai Unió részeként, a közös piac részeként az itt létesülő termelő kapacitások, azok gyakorlatilag szabadon termelhetnek akár a német, akár a francia, akár a spanyol, illetve más perspektívikus piacokra. Kelet-Közép-Európa értékét elsősorban ez adja egyébként az elmúlt 20-25 év fejleményei tükrében, hogy az Európai Unió peremén egy relatíve költséghatékony termelési lehetőséget biztosító térség, ahonnan egyébként az Európai Unió piacára kiváló belépési lehetőség kínálkozik. Adott a földrajzi és kulturális közelség, adottak az ipari-iparági tradíciók, az ehhez kapcsolódó relatíve képzett munkaerő, és még egyszer mondom, a költséghatékonyság egy nagyon fontos szempont. Emiatt ázsiai autógyártók, akik be akarnak lépni az európai piacra, és ez újabban ma már a kínaiak esetében is felvetődik, nem csak koreai és japán autógyártókról beszélünk, Kelet-Közép-Európában létesítenek termelőkapacitásokat. De Kelet-Közép-Európában létesítenek termelőkapacitásokat az európai törzs területről érkező szereplők, mondjuk a német autógyárak, akik ezáltal próbálnak meg költséghatékonysági előnyökhöz jutni. A német autóipar egyébként élen jár Kelet-Közép-Európa előnyeinek a kiaknázásában, és ez nagyon fontos szerepet játszott a globális versenypozícióinak a megerősítésében. Amit látunk az ábrán, az tulajdonképpen a kelet-közép-európai országoknak a felértékelődési folyamata. Az export adatok alapján egy nagyon látványos 15-20 éves volumennövekedés figyelhető meg, amely volumennövekedés részben összeszerelt gépjárművekre, részben pedig gépjármű alkatrészekre vonatkozik. 6 kelet-közép-európai ország adatait emeltem ki, köztük természetesen Magyarországét, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy ők a legjelentősebb, legrelevánsabb szereplők ebben az iparágban. Van 2 adat még az ábrán. Az Európai Unió teljes autóipari exportjából milyen mértékben részesedik a régió. Látszik az, hogy nem csak önmagunkhoz képest jelentős ez a növekedés, de bizony az ezerforduló időszakához képest néhány százalékról 17%-ra növekedett a térség részesedése a teljes autóipari exportban. És hogy ez a folyamat alapvetően a regionális termelési rendszerek kontextusában történik, azt jól mutatja az export regionális megoszlása. A jelentős növekedés mellett is kijelenthető, hogy a Kelet-Közép-Európában gyártott gépjárművek és gépjárműalkatrészek jelentős része, az gyakorlatilag az Európai Unió piacára megy. Marginális jelentősége van az Európán kívüli értékesítéseknek mind a mai napig, még hogyha ez abszolút értékben adott esetben növekvő tendenciát is mutat. Tehát nem önmagáért, nem a helyi piacért fontos elsősorban ma Kelet-Közép-Európa az autóipar számára, hanem azért, mert innen relatíve olcsó, jelentős termelési kultúrával rendelkező régióból az Európai Unió, a nagyobb méretű európai piacok ellátása kiválóan lehetséges. Kelet-Közép-Európa felértékelődése nyilvánvalóan a tágabb kontextusa annak, amit mi a magyarországi területi folyamatok kapcsán kijelenthetünk. Magyarország esetében azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta nagyon látványos ennek az iparágnak a megjelenése. Ugyanakkor az is látszik a feltüntetett térképen, hogy
Ennek van egy jelentős területi egyenlőtlenségeket generáló hatása is. Az autóipari beruházások kezdettől fogva az ország északnyugati részét, a Dunántúl jelentősebb ipari térségeit, Győr, Székesfehérvár térségét preferálták elsősorban, illetve a budapesti agglomeráció szerepét lehet itt megemlíteni. Fel is írtam a térkép fölé, minthogyha újra rajzolódna bizonyos értelemben az az ipari tengely, ami 50-60 évvel ezelőtt Magyarország ipari térstruktúráját meghatározta. Jellemzően az északi megyékben mutatkozik meg az iparágnak és a kapcsolódó beszállító tevékenységeknek a jelentősebb dinamikája, míg érzékelhetően a Dél-Dunántúl és az Alföldi megyék jelentős része az egyetlen Bács-Kiskun megye kivételével jóval szerényebb mértékben jelenik meg ezen iparág területi összefüggés rendszerében. Az, hogy az ország különböző térségei, régiói erre a válságra eltérő mértékben reagáltak. Azok a megyék, amelyeket a legsötétebb színnel emeltem ki ezen az ábrán, azok a megyék gyakorlatilag a legsikeresebben vészelik át az időszakot. A válság előtt is és a válság után is jellemzően a növekedés jellemző az autóipari szereplőkre. Méghozzá ez a növekedés általában ütemében erősödő tendenciát is mutat. Az ország északnyugati részén, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém megyék területén, illetve két ettől elszigetelt pólusban, északon Borsod-Abaúj-Zemplén, délen pedig Bács-Kiskun megyében figyelhető meg ez a fajta területi dinamika. De jól mutatja egyébként ennek az átalakulásnak a külföldi működőtőke befektetésekhez és a transznacionális vállalatok megjelenéséhez való kötődését az, hogy gyakorlatilag a Bács-Kiskun megyei dinamika jelentős részért nyilván a Mercedes autógyár létesítése a felelős, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dinamika jelentős része, azaz ott meghatározó termelőkapacitásokkal rendelkező autóipari beszállító Bosch fejlesztéseinek köszönhető, és ugyanígy Győr-Moson-Sopron megye kiugró dinamikája mögött is, amellett persze, hogy sokféle autóipari beszállító tevékenykedik a megyében, azért vastagon ott van az Audi autógyárának a bővítés és az ehhez kapcsolódó teljesítmény. Felvetődik kérdésként, visszacsatolva az első ábrához, hogy az autóipari beszállítói piramis mely szintjein kapcsolódik be Magyarország az autóipar nemzetközi munkamegosztásába, ami felveti általában a feljebb lépés problémakörének a körüljárását. Feljebb lépésnek nevezik a téma kutatói a nagyobb hozzáadott érték irányába történő elmozdulást mindenféle gazdasági tevékenység esetében. Ez jelent termelési folyamatban való feljebb lépést, technológiai háttér munkaszervezés vonatkozásában, termékszerkezetben való feljebb lépést, az igényesebb, a nagyobb hozzáadott értéket képviselő termékek irányába, és jelent egyfajta funkcionális feljebb lépést, a szimpla, egyszerű termelő tevékenységeken túlmutató egyéb tevékenységeknek a megjelenését, például fejlesztő tevékenységek, például logisztikai tevékenységeknek a nagyobb arányú elterjedését. Kérdés, hogy hogyan áll e tekintetben a magyar autóipar? Hát mondhatjuk azt, hogy egyes vállalatok szintjén és az iparág egésze szintjén is megfigyelhető ez a fajta előrébb lépés. A kérdés persze nemzetközi kontextusba helyezve az mindig az, hogy és egyébként ez mondjuk miként viszonyul egy Németország, vagy akár a régióban egy Csehország autóipari értékláncokban történő működéséhez. Én egy példával jöttem, a legnagyobb magyarországi autóipari foglalkoztató az ugye az Audinak a győri gyára, ahol világosan látszanak a feljebb lépésnek a különböző aspektusai. Gyakorlatilag egy mind nagyobb kapacitású, mind szélesebb motorkínálattal megjelenő motorgyárról beszélünk, a világ legnagyobb kapacitású motorgyáráról egyébként jelen pillanatban, amely az egész Volkswagen Concern számára szállít, nem csak az Audi számára. Emellett a 90-es évek végén megjelent a jármű összeszerelés, amelynek a fejlődésében nagyon fontos lépés jelentett az, amikor a korábbi úgynevezett kooperációs gyártási rendszer helyett 2013 után áttérnek a komplett gyártásra. És vannak aztán egyéb speciális funkciói ennek a gyárnak, túl a motorgyártáson, illetve túl a járműgyártáson. Ezen speciális funkciók között a kisszériás alkatrészgyártás, a különböző készülék, illetve szerszámgyártás mellett a motorfejlesztő kompetenciáknak a részbeni ide telepítését lehet kiemelni. Nagyon fontos az Audinak az együttműködése a helyi egyetemmel, amelynek a finanszírozásában, megújításában is jelentős szerepet játszott. Külön járműmérnöki kart tartanak fenn, mutatván azt, hogy szükség van ugye a humán erőforrás minőségi irányú fejlesztésére, és ennek igyekeznek megteremteni
isteni helyben maguk is a feltételeit. És hát a negyedik elem az a beszállítói háttér, illetve a logisztikai szerepnek az erősödése. E tekintetben ez az egyik olyan sarokköve egyébként a hazai autóipar rendszerváltás utáni fejlődésének, amely gyakran komoly kritikákat kap, hogy az itt megvalósuló jellemzően külföldi működőtőke befektetéséhez kötődő autógyárak kevésbé tudnak beépülni a helyi közegbe, a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokkal relatíve szerény kapcsolatokat alakítanak ki. Emiatt mondják azt ugye a magyar gazdaságra és hasonszőrű kelet-közép-európai gazdaságokra, amelyek ugyanezeket a tüneteket produkálják, hogy duális gazdaságok. Van egy fejlett, rendkívül termelékeny és versenyképes, de külföldi nagyvállalatok által uralt szegmens, és van egy helyi kis- és középvállalati szegmens, annak minden problémájával, tőke és humán erőforrás korlátaival, és a kettő között nagyon gyenge a kapcsolat. Nem érvényesülnek azok az úgynevezett multiplikátor hatások, illetve túlcsorduló hatások, amelyeket egyébként a külföldi működőtőke magyarországi betelepítésétől várnak. Ez részben időkérdése egyébként, és azért az elmúlt 20-25 évnek a fejlődési folyamatai ez irányban azért kedvező tendenciákat is mutattak. Akkor, amikor az előbbi ábrát mutattam a közúti járműgyártásnak a térbeliségéről, akkor a statisztikai nyilvántartás szerinti közúti járműgyártásról beszéltem. Hozzá kell tenni, hogy az autóiparnak a lényegi erőssége éppen az, hogy nagyon sok más iparággal van kapcsolatban, hiszen minden autóba szükségesek műanyag alkatrészek, gumi alkatrészek, fém alkatrészek, üveg, textil, bőr, tehát egész sor más iparág számára teremtenek megrendeléseket adott esetben az autóipari gyártó cégek. Itt a felvetített ábrán tulajdonképpen minden ilyen háttéripari beszállító céget is megpróbáltam számba venni egy néhány évvel ezelőtti állapot alapján, és azt mondhatjuk, hogy ha ebben a szélesebb körben értelmezett autóiparról beszélünk, akkor ez napjainkban Magyarországon nagyságrendileg 700 cég, és beszélnek 150-160 ezer foglalkoztatottról is, ami egyértelműen a legnagyobb súlyú iparágát teszi ezt a gazdasági tevékenységet ma Magyarországon, és ami az érdekessége, általában ugye én is ezzel kezdtem, Győrről beszélünk, és Székesfehérvárról beszélünk, és a Dunántúl északi részéről beszélünk, de ezek az autóipari beszállító cégek Szentgotthártól Mátészalkáig, és Sátoraljóhelytől Bóig szinte az ország összes régiójában, térségében, csücskében jelen vannak. Kelet-Magyarországon is több olyan kisváros találni, ahol a legjelentősebb ipari szereplők egyike, másika egyértelmű autóipari kötődést mutat. Tehát úgy tűnik, hogy azért a területi fejlődés generáló hatásai az iparágnak terjedőben van. Mit hoz a jövő, tehető fel a kérdés. Kelet-Közép-Európa, illetve Magyarország általában a globális autóipar térbelisége számára. E tekintetben nehéz bármilyen konkrét válasszal is előállni. Inkább csak néhány szempontot mondanék, ami biztos, hogy jelentős hatással lesz az autóipar térszerveződésére. Változik magának a terméknek a jellege. Ha az elektromobilitás áttörést ér el, egyes kutatók szerint erre jó esély van a következő években, akkor alapvetően megváltozik a terméknek a szerkezete. Más alkatrészek lesznek szükségesek, más beszállítók, más térstruktúrában lesznek szükségesek az autóipari gyártók számára. Szintén jelentős kérdéskör a gazdasági keretfeltételeknek a köre. Láttuk azt, hogy az autóipar térbeli szerveződésében fontos szerepet játszik ez a tényező. Mit hoz egy jövőbeli Európai Unió? Mit hoz esetleg egy transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás? Mit hoznak a Kína gazdasági terjeszkedésével összefüggő új sejemút néven futó tervek a térség autóipara számára? Én úgy gondolom, hogy ez is egy számba vendő bizonytalansági tényező. És végül harmad részben sokat beszélünk manapság az ipar soron következő nagy technológiai forradalmáról, az ipar 4.0-ról, az infokommunikációs eszközök, illetve a robotika, akár ugye autóipar termelését is forradalmasító vívmányairól. Óriási kérdés, hogy ez milyen hatásokkal lesz majd az autóipar jövőbeli térbeli szerveződésére. Három szempontot emeltem ki, de úgy gondolom, hogy lehetne még folytatni a sort. A kérdés nyitott, és várja a téma új kutatóit. Egyébként egy olyan iparágról beszélünk, amely ma is az egyik legkomolyabb kutatói érdeklődést kiváltó iparág, de bőven van még hely a következő generációk számára, és akik úgy tudom, hogy hozzá tudnak tenni az iparág térbeliségének a kutatásához. Köszönöm a figyelmet! A
Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.